Mindig aktív ember voltam, és túlrohantam magamat egy kicsit. 27 évig csináltam különböző vállalkozást egyfolytában, és úgy gondoltam, hogy ha visszavonulok, legyen egy olyan tevékenységem, amit ilyen csendesebben, nyugodtabban és falusi turizmus szinten lehet működtetni. Ezért gondoltam azt, hogy viszkit fogok készíteni. Az az igazság, hogy Magyarországon ugye mindig, hogyha valamit csinálnak, abból hirtelen sok lesz, így járt a pálinka is, hogy nagyon sok lett. Sokkal érdekesebb egyetlen viszkiüzemnek lenni Magyarországon, mint 643. pálinka üzemnek. 2011-ben úgy gondoltam, hogy létrehozom a Magyar Gabona Whisky brandet. Ezen dolgozom, elkezdtem egy gabonával, lett 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10-ig jutottam. És akkor rengeteg ember generálja azt, hogy ennek sikeresnek kell lenni. Hoztak gabonákat, ötleteket, fákat, hordókat, címkéket terveztek, üvegmintákat hoztak. Tényleg nagyon sokan. És ez olyan hatással volt, hogy a munka mellett csináltam először egy-egy mintát, majd kettőt, hármat, ötöt, tizet, és eljutottunk oda, hogy jelenleg 27 féle szesz van itt a raktárban. Nagyon fontos, hogy az eddigi tapasztalatainkat hasznosítjuk újra, újra, újra. Ugye nem volt kitől tanulnunk, és ezért, ugye, amit lehetett olvasni, lehetett az interneten összeszedni, azt használtuk fel a kezdetekhez, és utána a tapasztalataink alapján alakítottuk át. Elkezdtem egy gabonával, kettővel, hárommal, ahogy mondta, és eljutottam 10-ig, találtam két gyöngyszemet, az egyik a triticale, a másik a ciro. A jövőben erre szeretném felépíteni a termést. Palettát. Úgy érzem, hogy ez belföldön és külföldön is érdekesség. Itthon is volt több kisebb kísérlet, pálinkásoknak is van egy-egy tétele, de ekkora kísérleti sort, mint amit én itt végignyomtam ebbe a kis egyszemes világcégben, más nem csinálta, nem voltak ennyire érdeklődők. Ők csak a whiskyt akartak csinálni. Én meg úgy gondoltam, hogy szeretném a grain whiskynek ezt az ágát kicsit felpörgetni. Történelmileg Magyarországon mindig készült whisky, de azok mindig a skótoknak a majmolása volt, hogy single maltot csinálni, ma a single malt, single malt. Én meg úgy gondoltam, hogy a másik oldalt próbáljuk meg. Több évszázados tapasztalattal nem lehet versenyezni, a kisebbel inkább. A ciroc a jövő kukoricája. Ebbe kell belegondolni. Ugye a kukorica egyre jobban ki fog menni, mert nincs öntözve a magyar világ, és a magyar világ tájain nem öntözve keveset lehet ősszel termelni, mert az idén van eső, tavaly volt eső, de előtte 5 évig nem volt eső. És ezért úgy gondoltam, mivel a ciroc a világban egy nagyon fontos élelmiszer, nálunk meg a furcsán néznek rá, meg a söprűt emlegetik, ugye? Jó, de hát ugye ez nagyon komoly kutatásokon, fejlesztéseken ment át, és ahogy a világban is egy komoly élelmiszerre, még hosszú távon nálunk is az lesz. A glutén érzékenyekkel az van, hogy én nekem fogalmam nem volt erről, csak tudtam, hogy az valószínűleg egy női betegség, meg hölgyek mondták azt többször, hogy ők nem kóstolnak viszkit, mert ők glutén érzékenyek. De mondtam, ez nem jelent gondot, csináltunk sárga kölesből és kukoricából is, és akkor most nem mondhatják azt, hogy nem kóstolnak a glutén miatt. Fontos, mert ugye vannak olyan polgártársak, akiknek a glutén az komoly probléma. Én mondom, hogy a glutén valószínű, hogy a desztillálásnál nem megy át, de ők mondják, hogy de esetleg, mondom, akkor kizárjuk. Kész. Igazából a whisky az nem jobb vagy rosszabb, mint a világ más hasonló gabona szesz terméke, másabb. Másabb ugye, hogy a környező gazdáktól veszük nagy részt. Megpróbáljuk a környező gazdáknak a gabonáját felhasználni, a környező borászatoknak a hordóit használni egyrészt utóérlelésre, szóval megpróbálunk beleépülni ebbe a sárközi világba valahogy. Hát nekem nagyon fontos, ugye nekünk az ősök, erdészek, vadászok, madarászok voltak, ugye mi kötődünk az erdőhöz, a tájhoz, és minket nem kell nevelni arra, hogy védjük a környezetet, mert így nőttünk fel. És én úgy gondolom, és hogy egyre idősödik az ember, hogy úgy visszakívánkozik abba a környezetbe. Van egy kicsi lepárlónk. Ugye mondta, ez az ország legkisebb kereskedelmi főzdé, egy 200 literes tornyos, egylépcsős lepárlónk van. Ehhez igazítottuk a termelést. Ugye minden egyes gép egyedi italt hoz létre, hogyha komolyabb változtatást hoznánk létre a gépbe, akkor az más lenne, máshez gyártana. És mi ehhez vagyunk szokva, ezen dolgoztunk, most hirtelen nem tudnánk váltani egy másikra, mert akkor az is egy hosszabb folyamat lenne. Viszont ebben a kisgéppel, a kis hordóval, ami 55 literes, 50 liter szeszt teszünk bele, és megkezdi az életét, ezzel folytattunk kísérleteket, és ezt vittük minél jobb fokozatba. A lényeg az, hogy
jó minőségű gabonát vásárolunk, ezt a jó minőségű gabonát feldolgozzuk alapanyagnak, a cefrének, azon dolgozunk, hogy minél magasabb százalékos szesz jöjjön ki belőle. Ledesztiláljuk, amikor ledesztiláltuk, akkor összegyűjtünk ugye kis tételeket, összegyűjtünk 300 liternyét, hogy 6 hordóban egységes minőségi szesz fog legyen. 6 hordónkénti tételeket gyártunk. Elkészül a 6 kis hordó, ugye, meg van töltve. Ezeknek a hordoknak fontos, hogy milyen fája van. Kétféle fát használok, északi tölgyet és akácot. Nekem nagyon fontos, hogy az akácot beleépítsük ebbe. Ennek is megvan az, hogy az a fa, amiről dalok szólnak, az biztos, hogy sok mindenben hasznos. Kipróbáltuk, és nagyon érdekes, és nagyon kellemes ízt ad hozzá. Benne van az akácnak az a virágos, mézes, aki látott már, vagy érzett már akácfát, azt tudja, hogy miről van szó, és azt próbálom belelopni. Szóval ugye azon kell dolgozni, hogy minél jellegzetesebb legyen a termék, amit valaki gyárt, és nekünk sikerült ezt elérni egyszer a gabona választékkal, egyszer meg a fa választékkal. Azon belül még fontos, hogy hogy vannak égetve a hordók. Megpróbálja az ember a környéket bedolgozni a termékbe, és ilyen például az, hogy a szekszárdi kadarka ugye helyben világhíres. És ez egy nagyon finom termék, aki szereti ugye, és ezt szerettük volna beledolgozni a mi termékünkbe. De azt jelenti, hogy új hordóba, tölgyhordóba megérik a szesz, és utána beletesszük használt szekszárdi kadarkás hordóba, és abban még tartjuk annyi ideig, hogy kóstás alapján érzékeljük azt, hogy beleoldódott. Ez nekünk sokszor, többször használt hordó kell. A kadarkánál is nagyon fontos az, hogy amikor bele van érlelve a viszki, akkor a viszki tartsa meg a saját jellegét, és a kadarka adjon hozzá pluszt. Hát a viszkiről és a mindenféle szeszről mindenféle mesék vannak jobbra-balra. Én azt szoktam mondani, hogy felbontod az üveget, egy kicsit szellőzteted, tehát töltesz 2 bunyit az üveg, vagy a pohárba, az üvegpohárba, megkóstolod, eldöntöd, hogy abban a helyzetben és hőmérsékletben, ahol vagy, ez erős, vagy megfelelő, ha megfelelő, kis kortyokkal elfogyasztod, ha nem, kis kanál víz, elkevered, beállítod arra, hogy egy kellemes szeszfok legyen. Milyen 48-as, ez bírja a vízt. Vizet még. Többen mondták, hogy jók, ezentúl szeretni fogják a viszkét. Fontos az, hogy az emberek fogyasztási szokásához termeljünk, és mi nem gyártunk például durván füstös termékeket. Gyártunk egy-egy füstös terméket, mert van olyan érdeklődés, de az emberek döntő része itt a közép-európai ízlésvilágban, hogy szoktam mondani, inkább csak az édes. Kellemes, édes. Ilyen ízű, olyan ízű, amolyan ízű, viszont ezeket az ízeket mindig meg szokták kérdezni, mivel ízesíti? Mondom, mi pluszban csak a fakanalat tesszük bele, a gabonával ízesítjük. Szóval legtöbbször van az, hogy van egy alapgabona, mondjuk a kukorica, az adja az alapszeszt, és mond 3-4 vagy akár 5-féle különböző gabonával megízesítjük. Ez. Igazából, amikor egy-egy ilyen új ízt találsz, mindegy, hogy hol és milyen szeszt, azt meg kell szeretni, meg kell szokni. Az első találkozás nagyon fontos, mert az alapján választod ki, hogy te akarsz ilyet. Viszont hosszú távon akarod fogyasztani, az lehet, hogy harmadik alkalommal lesz az, hogy ez az én kedvencem. Mindig érdekes, amikor kóstolók vannak nálunk, hogy kirakok 5 félét, és akkor elkezdik, hogy nekem az első, nekem a második, nekem az ötödik tetszett, és talán változik, hogy megyünk. Az első, a harmadiknál mondja, hogy még az első, harmadik, utána az ötödik azt mondja, hogy az ötödik és a második. Szóval egy fél órán, egy órán belül is megváltozik az embereknek az értékelés.